Élményközpontú foglalkozások és tehetséggondozó programok indulnak a Nyíregyházi Egyetemen. A felsőoktatási intézményben Európai Uniós forrásból a műszaki, mérnöki és a természettudományos terület képzéseit népszerűsítik. A program célja, hogy már középiskolásként megismerjék és megszeressék a diákok ezeket a tudományágakat. Élményközpontú foglalkozások és tehetséggondozó programok indulnak a Nyíregyházi Egyetemen. A felsőoktatási intézményben Európai Uniós forrásból az olyan tudományágakat népszerűsítik, mint a műszaki, mérnöki és a természettudomány. A program célja, hogy már középiskolásként megismerjék és megszeressék a diákok ezeket a tudományágakat. A Nyíregyházi Egyetemre jelentkező fiatalok számának emelése és az intézmény vonzerejének növelése a fő célja annak a projektnek, amit az oktatási intézmény indított. A célunk az, hogy olyan NAT-ra épülő kompetenciákat, illetve a vállalatoknak a vállalati szférában elvárt kompetenciákat próbáljuk erősíteni gyakorlatorientált tevékenységekkel, konkrétan nem csak egyetemi oktatókkal, hanem a vállalati szférának a képviselőivel is, ahol konkrét feladatokat, olyan feladatokat, ami a mindennapi életben előfordulhatnak, és ahol csapatmunkában tudnak dolgozni a gyerekek. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része, és az összes tevékenységünk tulajdonképpen ezt keretezi, mert a figyelmet próbáljuk erre felhívni, hogy minél többen és minél hamarabb próbáljanak erre a pályára lépni, és akkor testközelből természetesen próbálják meg ezeket a feladatokat kipróbálni, gyakorolni. Hogyan lehet izgalmassá tenni egy középiskolás számára, mondjuk egy természettudományi vagy egy akár matematikai képzés? Ugye itt a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy például pont ezek a tudományágak, ahol nem bővelkedik egyik egyetem sem hallgatóban. Igen, ez nagyon nagy kihívás, főleg a mai 21. században, viszont én azt gondolom, hogy az élményszerű, a gyakorlatorientált, ott, ahol ő kézzel foghatja, érezheti azokat a dolgokat, amikkel ő testközelbe kerül, hogy egy mikrobiológia laborba, vagy egy gépgyártás technológia laborba, vagy robotok közé, robotprogramozást tud elsajátítani, gyakorolni, közösségben, segítséggel, örömmel, élménnyel, én azt gondolom, hogy ez a mai gyerek számára szintén és még mindig nagyon fontos. És én azt gondolom, hogy ezzel a gyerekeket meg lehet fogni. Még egy kérdés, meddig tart a program? Ez a Junior Engineer Education Program, röviden JEEP, szoktuk is mondani, hogy majd, illetve fogjuk is mondani, hogy szájba a JEEP-be. Ez 2018. szeptemberében fog kezdődni, és a tanév végén várhatóan 2019. júniusában fog befejeződni, és én bízom benne, hogy nagy sikere lesz, és meg tudjuk majd még ismételni 2019. szeptemberétől. A Nyíregyházi Egyetem az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetséggel közösen valósítja meg a projektet. A szervezetet olyan hazai vállalatok hozták létre, akik elkötelezettek a műszaki és mérnöki képzések fejlesztésére, valamint a végzett hallgató szakemberek munkába állításának segítésére. A szövetséget alkotó jelenlegi 15 cég között változó intenzitással, de megvan annak a tapasztalása, hogy megfelelően képzett munkaerőből bizony van egy fokú hiány. Az informatikai szektorban tevékenykedő cégeink közül, például az Evosoft vagy az Ericsson, gyakorlatilag szerintem 5-600 főnek azonnal tudna munkát adni, akik megfelelő programozói végzettséggel rendelkeznének, de a kis és középvállalati szektort képviselő BND cégünknél, akik robotikával foglalkoznak, rendszeresen emlegetik azt, hogy a megfelelően képzett személyek hiányoznak. Gyakran végzettséggel rendelkező személy van a munkaerőpiacon, de az, hogy valaki a végzettség mellett rendelkezik-e cselekvő képessége, tehát meg tud csinálni dolgokat, ezt a kettőt érdemes ketté választani. Az ipar képviselőivel, tehát a szövetség tagjaival gyakorlatilag, mi azokat az elvárásokat tudjuk hozni, amire az oktatási intézménynek kell választ adnia. Milyen kompetenciák fejlesztése történjen, milyen tudást adjanak át a fiataloknak mondjuk az oktatás melyik szakaszában, segítve ezzel az ő későbbi elhelyezkedésüket. Gyakorlatilag itt azt mondhatjuk, hogy az a program is, ami a Nyíregyházi Egyetem és EIMS-szel közösen indul, alapvetően a cselekvés, élmény és játék alapú tanulásra fogja helyezni a hangsúlyt. Úgy, hogy a fiatalok ugye nem csak rengeteg ismeretet sajátítanak el, mondjuk megtanulja a 4-1 függvénytáblázatot, hanem a gyakorlatban problémák megoldásán keresztül szereznek tapasztalatot, és ez a tapasztalat nem vehető el tőlük, és amikor kikerülnek mondjuk egy céghez, ahol meg kell oldani élesben egy feladatot, ez a fajta meglévő tapasztalati tudás sokkal inkább fog, hogy is mondjam, előjönni, és fel tudják ezt használni. A projektet a Nyíregyházi Egyetem 4500 diákra terjeszti ki.
Bíznak benne, hogy a gyakorlati tapasztalat vonzóvá teszi a most középiskolások számára azokat a területeket, amelyben most szakember hiány van. A munkavállalás megkönnyítése és a hátrányos helyzetű nők foglalkoztatásának segítése a célja annak a pályázatnak, amely Kállósemjénben indult. A programmal azt szeretnék elérni, hogy ha nők úgy tudjanak dolgozni, hogy mellette a család se sérüljön. 200 millió forintos Európai Uniós támogatást kapott az a pályázat, amivel a nők munkaerőpiaci reintegrációját segítik Kállósemjénben és térségében. A projektben az önkormányzatok együtt működnek az Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal és a Fiatal Családosok Klubjának Egyesületével. A Nyírbátori térségben a munkanélküliség aránya 2010-ben 25% volt, ez már a 8% alá került. Az adat tovább javulhat, ha azok a nők is el tudnak menni dolgozni, akik ma még nem. Országosan ugye 740 ezer új munkahely jött létre az elmúlt időszakban, és ebből mintegy 250 ezer, ami hölgyeket foglalkoztat. Ilyen formában van egy lemaradásunk az új munkaerő piacra való belépés tekintetében. A programnak a célja az, hogy akár rész munkaidős foglalkoztatásban is segítse a nők elhelyezkedését. A térség országgyűlési képviselője szerint a pályázaton kívül szükség van a bölcsődei, óvodai férőhelyek növelésére is. A projektben részt vesz a kállósemjéni polgármesteri hivatal, a konzorcium vezetője, de részt vesz benne Biri, Geszterét, Bökönny és Balkány is. Vendégünk a stúdióban Belica László, Kállósemjén polgármestere. Jó estét kívánok, köszöntöm. Köszönöm a nézők. Néhány szót beszéljünk arról, hogy milyen helyzetben vannak a kállósemjéni munkavállalók, és nem csak nők, hanem úgy egyáltalán a foglalkoztatás terén. Mi a helyzet Nagykálló vagy Kállósemjénben? Kállósemjénben az elmúlt időszakban azt vettük észre, hogy az önkormányzat ugye klasszikusan a közfoglalkoztatás keretein belül látja a munkaerőben keletkezett ugye az olyan embereket, akik munkanélküliek, és a közfoglalkoztatati szám az folyamatosan csökken az elmúlt években. Valamikor olyan 3 évvel ezelőtt még majd 200 fő dolgozott közfoglalkoztatás keretein belül, ez a szám most 85 magasságában fog megállni. Minek köszönhető ez a csökkenő tendencia? Mind Nyíregyháza, mind Nyírbátor vonzás körzetében vagyunk, pontosan félúton van a településünk, ennek a két városnak a agglomerációjába is tartozik, és a tekintetben ugye az figyelhető meg, hogy a multinacionális cégek hatalmas munkaerő szívást eredményeztek, így a településünkön is ez tapasztalható. Másrészt a településünk az kifejezetten mezőgazdasági szolgáltatóiparra állt be, és a tekintetben a mezőgazdasági vállalkozók is mertek foglalkoztatni embereket, és nem csak átmenetileg, hanem folyamatosan is. Miért éppen a nőkre irányult a figyelem az önkormányzatnál ezzel a pályázattal? Azt vettük észre, hogy a közfoglalkoztatási létszám adatainkból kiindulva a nőknek a szerepe a közfoglalkoztatáson belül elég magas. Nagyon sok olyan munkavállaló van, aki, vagy tehát olyan munkanélküli van, aki sajnos nő, vagy inkább nő. Ők maradtak ebben a státuszban. És nehezebben mozdulnak Nyíregyházas Nyírbátor felé. Így van, hiszen azért mégiscsak legyünk, én is magam is családapa vagyok, tehát látom azt a jellegű feladatot, amit egy családanya elvégez a munkája mellett, és sokszor ez nagyon nehezen összeegyeztethető, és e tekintetben úgy gondolta az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, illetőleg az együttműködő partnereink, hogy ezen mindenképpen változtatni érdemes, és e tekintetben egy pályázat keretein belül nyertünk erre forrást. Mik a főbb elemei ennek a pályázatnak, hogyan szolgálja a nők munkához segítését? Mindenképpen szeretnénk a programban bevont nőket, hölgyeket képezni, tehát felkészíteni arra, hogyha egy állásinterjúra érkezik, akkor arra hogyan kell
belépnie, segítjük a lelküket, pszichológiai felkészítést is mindenképpen fogunk tenni. Mindenképpen gondoltunk arra, hogy a munkáltatókat is összegyűjtjük, és azokat a munkalehetőségeket, amiben adott esetben a későbbiek folyamán nőkre, nők foglalkoztatására gondolnak, akkor azt egy csomagban a programban résztvevő településeken résztvevő hölgyek számára prezentáljuk. Innen nézve akkor nyilván több települést is érint ez a pályázat, nem csak Kárlóshemjént. Így van. Térség települései tekintetében Biri, Balkány, Geszteréd és Bökönny települések. Hogyan tudja szolgálni azt a célt a pályázat, hogy a család ne sérüljön, hiszen ugye itt abból indultunk ki, hogy a nőknek azért ez legalább olyan fontos, vagy még fontosabb, mint maga a munka. Igen. Ha egy hölgy, aki családanya, és adott esetben gondolkodik azon, hogy tehát azon a szerepén, azon a felvértezettségén, amin most áll a munkaerőpiac irányába, el tudja menni. Sokszor probléma az, hogy hova teszi a gyermeket. És maga például a programnak az egyik eleme az, hogyha aki ezeken a képzéseken részt vesz, vagy foglalkozásokon, akkor mi addig gyermekfelügyeletet mindenképpen biztosítunk számukra. Ilyen közösségi rendezvények vonatkozásában ez a program a következő több mint 36 hónapban ez folyamatosan így fog működni. És e tekintetben a minden hétköznap, napi 4 órában az irodánk az pedig rendelkezésre áll. Berica László, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Szívesen.